A Jobbik szerint az akkumulátorgyárak ügye is megmutatja, hogy beteg gazdasági kitettségi függőségi rendszer alakult ki Magyarországon a távol-keleti cégekkel szemben. A párt úgy véli, ezek a beruházások rontják a magyarok munkafeltételeit. Zék Árpád Dánielt kérdezzük. A kormány viszont egyenesen azt mondja, hogy ezek teremtik meg a munkafeltételeket, ezek a beruházások teremtenek GDP növekedést, munkahelyteremtőek és hosszú távúak. Jó estét! Szép jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Hát munkahelyek tekintetében azért kiózanító volt számomra, hogy a Debrecenbe ígért 9000 új munkahely tekintetében elismerték a kormánypárti képviselők is, hogy nincs ott akkora mennyiségű magyar munkaerő, aki be tudná tölteni ezeket a helyeket. Tehát egyértelműen vendégmunkásokra szorulnak ott is, máshol is. És hát mi jobbikosok ugye nem azok közé tartozunk, akik eleve elutasítók a tisztességes beruházásokkal szemben, azzal, hogyha idejön a működő tőke, de itt ugye azt látjuk, hogy a magyarok tudását, szorgalmát egy sokkal alacsonyabb polcra helyezi ez az iparág, mint ahová egyébként a magyar koponya vívmányai alapján valók. És azt is látjuk, hogy bár baloldali pártok szoktak a környezeti kérdések, és kizárólag a környezeti kérdések felől közelíteni ehhez, ami nagyon fontos, én a környezet és fenntarthatóság elkötelezett híve vagyok, de gazdaság filozófia és gazdasági szempontból is közelítenünk kell, hiszen a magyar adófizetők pénzéből 3-400 milliárd forintot adtak oda ezeknek a gyáraknak, hogy ide jöjjenek. Látjuk, hogy a támogatásból nem is magyar munkahelyek épülnek feltétlenül, sőt, már talán nem is feltétel a munkahelyek létrehozása. Látjuk azt, hogy ezek külföldi cégek, tehát alapvetően a profitjukat kiviszik ebből az országból, és az Orbán kormány nagyon alacsonyan adóztatja a múlti cégeket. Tehát az is elképzelhető, hogy a közterviseléstől még csak távolodunk ahelyett, hogy közelítünk. Na de igaza van, akkor ebben számos gazdasági vitapontunk van. Az nyilvánvaló, hogy ezeknek a cégeknek a tevékenysége a GDP statisztikát tudja növelni. No de, ha nem magyar munkaerőt foglalkoztat, ha nem fizet rendesen adót, hogyha még a környezetet is esetleg veszélyezteti ez, akkor ott egy nagy kérdőjel, hogy érdemes-e nekünk az eddigi egyoldalú német gazdasági függőséget, ami ugye az autóipari összeszerelő státuszra vonatkozott, felváltani egy kettős függőséggel, és ezt említettem a parlamentben is. A kettős függőség másik fele most egy távol-keleti jellegű. Ha csak az az egy dolog sikerülne, hogy lakott területtől jó messze létesülnének ilyen üzemek, kizárólag akkor, hogyha a helyi közösség ezt akarja, és mondjuk egy népszavazással megerősíti, akkor ez már egy vitaképes történet lehetne. Tehát én nem vagyok zsigerből elutasító, de én azt mondom, hogy a magyarok tehetsége, szorgalma, kitartása egy sokkal magasabb polcot érdemel, egy magasabb hozzáadott értékű termelést, ahol mondjuk nem akkumulátorokat gyártunk, hanem mi gyártjuk a motorokat, vagy mi találjuk ki őket a magyar kutatásfejlesztés igénybevételével egy észt digitalizációs modellhez hasonló módon betörünk olyan piacokra, ahol nem csak a lakosság szám és az ország mérete számít, az informatika egészen pontosan ilyen, és ahol a magyar koponya erényeit ki tudjuk használni, hogy emellett még mondjuk lenne egy-két akkumulátorgyár olyan megyékben, ahol ezt a lakosság is akarja, engem aztán tényleg nem zavarna, de a másik lábat hiányolom, azt hiányolom, hogy a magyar munkaerő tehetségéhez, szorgalmához mérten a kellő segítséget megkapná. Meg hát ahhoz, amit ön szeretne, és amit ilyen módon felemel a magyar tehetség és a magyar tudás, hát az oktatás is kellene, hogyha a hosszú távon erről beszélünk, de most erről ne is beszélünk. És egészségügy is, hogy sokáig hát ugyanaz a magyar munkaerő magas színvonalon dolgozni. Egy másik témát hadd hozzak ide, a Brüggel Intézet olyan másfél héttel ezelőtt összesítette az európai tagállamok szociális támogatását, meg egyáltalán támogatási rendszerét a GDP arányában itt a különféle inflációs nyomások időszakában, és az jött ki, hogy Magyarország hátulról talán a negyedik legkevesebbet költi támogatásra, miközben a kormány azt mondja, hogy ebben élen járó Magyarország. Ehhez képest mondjuk nálunk 1,1%-nyi a GDP arányos támogatás, Szlovákiában meg 9,1%. Szóval óriásiak a különbségek. Közben a KSH azt mondja, hogy több mint 5%-kal csökkent az emberek jövedelme az elmúlt időszakban, és ön meg a lakhatási kérdésekkel oly sokat foglalkozott, tehát én azt gondolom, hogy ezt érzékelheti, hogy mit hozott ez a családoknak ez az elmúlt időszak, akik egyébként is nehezen éltek.
A családokat alapból is komoly terhek sújtják Magyarországon, világ és európai összevetésben is. Itt van a 27%-os áfa, ami ugye a pelenkára, a bébi étterre, gyermeknevelési cikkekre is vonatkozik. Itt van az alapvető élelmiszerek brutális árrobbanása, ugye európai rekorder sajnos, és nehogy ellendrukkerek legyünk ezekben, mert ez borzalmas nagy nehézséget okoz. És a tudatosan gyengén tartott forint, amit ugye évtizeden keresztül engedtek gyengülni, és most már talán nagyon nehéz megfogni. És ha ezeket a tételeket összeadjuk, valamint azt, hogy a lakhatás frontján egy átlagos albérlet idén mondjuk 150-ről 200 ezer forint környékére emelkedhet a főváros belső kerületein, akkor azt látjuk, hogy hozzám nagyon közel áll az, hogy hagyjuk az embereket dolgozni, érvényesülni, a katáért is ezért álltunk ki az utolsó pillanatig. Tehát alapvetően nem segélyezni, meg szociális transferezni szeretek, hanem azt szeretném, ha elég sokat keresnének az emberek, és ebből lenne mozgásterük. No, de itt kérem szépen, nagyon komoly piaci kudarcok vannak. Amikor annyira kevés újépítésű ingatlan van, hogy az a teljes ingatlanállomány csak 200-250 évenkénti cseréjét teszi lehetővé, akkor itt van egy piaci kudarc, ahol az államnak is be kell avatkoznia, mondjuk egy országos bérlakásépítési programmal, vagy olyan kedvezményrendszerrel, ami nem csak felveri az árakat, de eléri azt is, hogy legyen megfelelő hátország, építőanyag, gondoskodik a munkaerőről is, és egy olyan lakhatási programot valósít meg, amely érdemben képes csökkenteni a polgárok költségeit. Egy bérlakás program, mi a Mi Várunk program néven ezt elég alaposan kidolgoztuk, azon is segíten, hogy a kivándorlást a stratégiai ágazatokban csökkentsük. Mert ha én azt mondom, hogy egy osztrák-német típusú pontrendszer igénybevételével a védőnő, az ápolónő, a gyermekekkel foglalkozó pedagógus, aki adott esetben a fejlesztéseiket végzi az állami intézményekben, előnyben részesülhet és kaphat olyan bérlakást, amely megfizethető, maximum a piaci ár felére gondolunk ilyen esetben. Tehát már a lakhatási gondjait le tudtuk venni a válláról, akkor az ő elértéktelenedett fizetése is gyakorlatilag növekedni fog már azonnal. Nyilvánvaló, hogyha egy bérúniós programmal, valamit a magyar bérkérdéssel is lehetne kezdeni, mondjuk legalább a multicégek stratégiai szerződéseiben kikötni a bérek fokozatos közelítését, nem a nyugat-európai, az európai átlaghoz, akkor már két lábon állva tudnánk segíteni. Bőven lenne beavatkozás, és csak a költségvetésbe váratlanul befolyt áfabevételek, tehát a plusz áfabevételeknek maximum a feléből, egy országos lakhatási programot lehetne keresztül vinni, amely nem csak a fővárosban, hanem Magyarország minden nagyvárosában is csillapítaná ezeket a gondokat. Megvannak tehát a tervek, meg lenne a mozgástér, meg lenne a pénz is rá, a kormányzati szándék hiányzik mindehhez, de a Jobbik egy konzervatív, valóban a családokat támogató programmal és tervvel bármikor készen állna arra, hogy ezt letegye az asztalra, csak hát nem mi vagyunk kormányon, tehát jelen pillanatban nem rajtunk lehet ezt számon kérni. Nagyon vágyom arra, hogy egyszer majd elszámolhassunk azzal, hogy kormányon mit csináltunk a lakhatás kérdésével. Meg kell győzni a választókat. Meg kell győzni a választókat. Ezt már előbb Dávid Ferenccel is beszéltük, hogy 26 az a következő dátum ezügyben. Addig meg csak beszélünk erről. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt. Köszönöm a lehetőséget.